Szeretettel köszöntöm Önöket. Ma egy sertésborda dübári módon ennek a készítését fogom bemutatni. Maga névadó Dübári Mária hercegnő 15. Lajos kedvese volt, és a francia forradalom idején Robespierre lefejeztette. Hát remélem, itt semmelyik szakácsnak nem lesz az a sorsa, aki ezt elkészíti. Ugorjunk is neki a munkának. Forraltam már vizet, ebbe teszek egy kevés sót, mondjuk egy ilyen kis kanálnyit. Lehet beletenni egyébként egy pici cukrot is, hisz zöldség kerül bele. És ebbe öntök 45 deka, ez egy zacskó volt pont, fagyasztott karfiol rózsát. Fontos, hogy ezt a karfiolt nem szabad agyonfőzni, szétfőzni. Tehát az nagyon kiábrándító, amikor úgy kap az ember egy ételt, hogy ez a karfiol rommá van főzve, ki van nyomkodva, és akkor egy ilyen gombócként rá van téve a húsira. Úgyhogy ügyeljünk arra, hogy ez éppen csak roppanós legyen. Szerintem, ha fölforrt, 3 perc után én ezt leszűröm, és gyakorlatilag ennyi. Friss karfiolnál is ugyanez a helyzet. Meg kell kóstolni, és amikor roppanós, azon mód le kell szűrni. Kell még ehhez az ételhez a karfiol fölé egy úgynevezett bechamel mártás. Ehhez úgy kalkuláljunk, ugye, azt mondjuk, hogy egy adag ételhez kell körülbelül 1 deciliternyi mártás, talán 1,5 deci. Akkor az azt jelenti, hogy egy evőkanál vajat, ami 3 deka, beledobok egy kis lábasba, fölolvasztom, és erre majd teszek egy pupozott evőkanál lisztet, az 3 deciliter. Lehet, hogy bocsánat, 3 deka, már tovább gondolkoztam, mert mindezt majd 3 deciliter tejjel, amit már kimértem, 3 deci tejjel föl fogok önteni. Fűszerek, amik kellenek bele, só, bors és egy pici reszelt szerecsendió. Jó. Tehát akkor az 1 evőkanál liszt. Így. Ezzel a liszttel, tehát ezt a lisztet én csak megfuttatom rajta, megpirítani nem szabad. Tehát az a cél, hogy ez egy szép, fehér színű mártás maradjon. Jó. Már rá is zuttyantom az előre kimért 3 deci tejemet. Tulajdonképpen átváltok habverőre, de azért itt hagyom a fakanalat, mert hát azzal meg kényelmesebb lesz egy idő után keverni. És miközben sűrűre főzöm, befűszerezem. Teszek bele egy 1/2 mokkás kanál, ugye az egy 1/4 kis kanál őrölt borsot, ez lehet fehér bors is, vagy lehet borskeverék is. Teszek bele 1/2 kis kanál sót, így, és szerecsendióból csak egy nagyon minimálisat, mert a szerecsendió egy nagyon karakteres fűszer, és ha kiérezni túlzottan, akkor ez kellemetlen. Tehát az kell, hogy az ételben felsejlődjék az íze, de abszolút ne legyen tollakodó. Jó. 1 perc alatt tulajdonképpen kész a mártásunk. Lehet látni, már forr. És innentől kezdve 2 percig forraljuk. Ez az anyaghányad, ez a 2,5 deka lisztel, ugye az a pupozott evőkanál, majdnem 3 deka lisztel, 3 deci tejjel, ez egy sűrű besamelmártás lesz, ami azért fontos, hogy majd ne folyjon le a karfiolról. Tehát valahol azt az állagot kell megtalálni, hogy nem folyik le róla, de nem is az, hogy ráteszem, és hogy így ott marad a tetején, hanem valahol a kettő között. Tehát, hogy szépen bevonja a karfiolt. Jó. Ennyi gyakorlatilag a mártás. Én ebbe teszek egy nagyon kevés reszelt sajtot. Ezt már ugye lereszeltem a tetejére, de egy keveset ebbe simán azonnal beleteszek a mártásba, hogy legyen plusz íze. És már le is zárom. Egy picit hűlni hagyom. Az alatt sűrűsödik, és szerintem tökéletes lesz az állaga arra, hogy bevonjuk vele majd a karfiolt. Jó. Tűzhely lezár, mártás félretesz. Időközben annyi történt, hogy lezártam a
karfiót leszűrtem. És most így, ahogy kóstolom, ez egy roppanó zöldség. Ilyennek kell lennie. Arra persze nem lehet számítani, hogy sütés közben ez még puhul, hiszen a hús rajta, a karfió rajta, egy mártás, ott már nem történnek nagy csodák, az egész sült 10 percig, viszont arra fontos ugyanúgy, hogy ne följön szét. Jó, karfiolunk megvan, mártásunk megvan, mi van még hátra? Húsi. Ehhez általában javákat szoktunk vágni. A javák azok nagyjából ilyen 15-16 dekás szeletek. Ehhez nyitott szeleteket vágunk a karajból, tehát bevágom a karajt, mintha föl akarnám szeletelni, de nem vágom végig, és utána még ugyanígy egy szeletet vágok belőle, és kihajtom. Így lesz egy szép nagy nyitott szelet belőle. Következő lépés, amikor a húsokkal készen vagyunk, hogy őket kiklofoljuk. A széleiket, ahol esetleg inas részek lennének, ott bevágjuk, nehogy sütés közben a pecsenye összeugorjon, és gyakorlatilag ennyi. Ha ezzel megvagyunk, akkor egy serpenyőben 3 evőkanál olajat forrósítunk, és a húsokat oldalanként 1 perc alatt elősütjük benne. Fontos, hogy ne süssük túl, hiszen még bekerül a sütőbe is, és akkor nagyon ki tud száradni, az meg úgy elég élvezhetetlen. Sütés közben egy dolgot kap még, sót és borsot. Schluss. Thank you.